Köszöntöm kedves nézőinket! Tóth Viktória vagyok, az Egyetemi Híradó februári adását látják. Kérem, tartsanak velünk! Értékes okmánnyal gazdagodtak, hangsúlyozta beszédében a Pannon Egyetem rektora a gazdaságtudományi kardiploma átadó ünnepségén. Kovács Zoltán dékán pedig azt mondta a hallgatóknak, hogy kemény munkájuk eredményeképpen feljutottak a csúcsra. Az elnökség bevonulásával kezdődött a gazdaságtudományi kardiploma átadó ünnepsége az egyetem aulájában. Dr. Gelencsér András, az intézmény rektora beszédében hangsúlyozta, a végzős hallgatók értékes okmánnyal gazdagodnak, melyet kitartó munkával érdemeltek ki. Ez az okmány a fiatalok és hozzátartozóik befektetési jegye, mely búsásan megtérül majd pályafutásuk során. Kiemelte, a végzősök az ország egyik legrangosabb tudományos eredményekkel büszkélkedő intézményében szereztek diplomát. Ettől a naptól kezdve a Pannon Egyetem címerével díszített oklevelük sorsukat elválaszthatatlanul összefűzi az intézményével. Szakmai pályafutásuk során elhelyezkedési, előrelépési esélyeiket jelentősen befolyásolja alma máterük aktuális megítélése és hírneve. Éppen úgy, mintha egy nagy cég részvényét tartanák a kezükben. Örömmel számolhatok be arról, hogy értékes részvény ez az ország hatodik legrangosabb tudományos eredményekkel büszkélkedő, nemzetközileg is elismert felsőoktatási intézményé. Dr. Kovács Zoltán dékán azt mondta a hallgatóknak, hogy az eddig befektetett munkával most feljutottak a csúcsra, de a munka továbbra is folytatódik. Hozzátette, lesznek még nagy pillanatai az életnek, a munkahely kiválasztása vagy gyermek születése, de minden bizonnyal ez a nap is feledhetetlenné válik számukra. Itt a gazdaságtudományi karon meg kell, hogy köszönjük azt, hogy minket választottak, ezt a nem könnyű utat, hiszen sokszor kapjuk meg azt a hallgatóinktól, hogy a Pannon Egyetemre viszonylag könnyű bejutni, de annál nehezebb elvégezni. Viszont ezek a nehézségek jelzik azt a minőséget, amivel kezdtem is a mondandómat, hogy ingyér nem adnak semmit, és attól lesz valami értékes, hogy sok munka van benne. Felszólalt az IBM Data Storage System Kft. Ügyvezető igazgatója is, aki azt mondta a végzősöknek, hogy a boldogság magukban és a maguk felé támasztott elvárásokban rejlik. Zerényi Zoltán kiemelte, a jövő gazdasági szakemberei nem elégedhetnek meg az átlagossal, mindig a legjobbra kell törekedniük. Közhelyesen mondhatnám, hogy most álltok az igazán a nagybetűs élet kapujában, hisz innentől kezdődnek a dolgos hétköznapok. Eddig jobb esetben az volt a munkátok, hogy megfeleljetek az egyetemen által támasztott követelményeknek, beadandóknak, vizsgáknak. De ehelyett inkább az IBM első CEO-jának, Thomas J. Watsonnak a szavait idézném. Az életben a legtöbb kudarcot azok az emberek szenvedik el, akik nem ismerik fel, milyen közel jártak már a sikerhez, amikor feladták a harcot. Több díjat is átadtak az ünnepségen. Gál Zoltán, az egyetem egykori rektora, Pannon Egyetem díszpolgára és professzor emeritus elismerésben is részesült. Markovszky György, a kereskedelmi és iparkamara elnöke is megkapta az egyetem díszpolgára kitüntetést. Horst Laubscher vendégoktatónak a Pannonia Award díjat adományozták. Pannonia felsőoktatásáért díjjal tüntették ki Gasparec Andrást, a Magicom Kft. Ügyvezető igazgatóját, aki az intézmény öreg diákjaként támogatja az iskolát. Ezen kívül rektori kitüntetésben részesült Hopp Lászlóné. Az ünnepség keretében a búcsúztató és búcsúzó diákok beszédei következtek. Szabados Balázs búcsúztató hallgató az egyetemen kötött életre szóló barátságokra emlékeztetett. Ne feledkezzetek meg a keddi bulik utáni korareggeli szemináriumokról, a kedvenc tanáraitokról, és ami a legfontosabb, az átmen vizsgákról. Hiszen Babics után szabadon, ki nem akar szenvedni, kétszer szenved. Befejezésként pedig más nem mondhatok, mint hogy életetek végéig emlékezzetek arra, hol kaptátok meg az alapokat ahhoz, hogy érett felnőttként biztos tudással megálljátok a helyeteket. Gyenei Orsolya búcsúzó diák az élményekre és tapasztalatokra hívta fel a figyelmet. Visszagondolva ez az idő csak egy pillanatnak tűnik. Számomra, és ezzel szerintem nem vagyok egyedül, Veszprém az első perctől kezdve egy magával ragadó, varázslatos hely volt, ahol azonnal otthon éreztem magam. Az itt töltött évek során mindannyian felfedeztük, megismertük ezt a csodás várost, ahol bármit megtalálhatunk, amire szükségünk van, legyen szó kirándulásról, kultúráról, sportról,
vagy akár egy-egy italról a barátainkkal. Ünnepélyesen fogadom, hogy szakmai tevékenységem során a tudományos etika írott és iratlan szabályait betartom. A hagyományos fogadalomtétel után az esemény fénypontjaként a végzősök átvehették okleveleiket az intézmény rektorától és dékánjától. A gazdaságtudományi kar diplomaátadó ünnepségéről készült teljes felvételt megtalálják a YouTube csatornánkon. 13 alkotó, 39 fotóját tekinthetik meg az érdeklődők a Pannon Egyetem fényképészkörének legújabb kiállításán az aulában. Nagy László, a fényképészkör vezetője elmondta, ez a 6. kiállításuk, és az apropót ezúttal az adta, hogy immáron 3. éve viselik az intézmény nevét. Korábban mutattak már be fekete-fehér, vagy épp minimál tematikájú képeket, ezúttal kedvenc fotóikat válogatták össze, hogy megmutassák, milyen sokrétűek. Rengeteg tájkép van, sok állatfotó van, vannak kiváló portréfotók, elég tényleg valóban színes. Arra törekedtünk, hogy mindenféle technikát megmutassuk. A megnyitón Felföldi Gábor, a kultúra szervezési csoport vezetője köszöntötte a résztvevőket, és emlékeztetett, a Pannon Egyetem életében mindig feltűnnek, majd eltűnnek öntevékeny hallgatói csoportok, és ez így van rendjén. A Ruppert Tamás alapította fényképészkör esetében azonban volt, aki továbbvitte a stafétát. Dr. Gelencsér András rektor hangsúlyozta, a hallgatói csoportok fontos szerepet töltenek be a közösség összekovácsolásában, és a fényképészkör az egyetem hírnevét is tovább viszi. Mindig csodáltam azokat, akik egy-egy pillanatban meglátták azokat a lehetőségeket, és meg is tudták örökíteni azt az utókor számára. A művészeti ágak közül szerintem messze a fényképészet az, amelyet leginkább befolyásol a technika, abban az értelemben, hogy ugye a technika fejlődésével ma már mindenki fényképésznek érzi magát. Hiszen ott lapul mindenkinek a zsebében az a telefon, amellyel fényképeket lehet készíteni, és úton útfélen nyomogatják és sütik el a képeket, és még csak az a korlát sincs, hogy pénzbe kerül az előhívás, mert hát legfeljebb letörlik a rosszul sikerült képeket. Nyilvánvaló, hogy mindenkit a képeknek a megtekintés az meggyőz arról, hogy itt valódi ifjú művészekről van szó. Dr. Abonyi János intézetigazgató, egyetemi tanár kifejtette, a kreativitás elengedhetetlenül szükségessé teszi, hogy a kereteket megkérdőjelezzük. Az is fontos, hogy a Pannon Egyetem fényképészkörének a keretében nagyon komoly barátságok és nagyon komoly szakmai műhely született. Véleményem szerint rettentően fontos, mit ez az üzenet, amit a fényképészkör és a mai kiállítás képvisel. Elengedhetetlennek tartom, hogy keretek között, vagy szervezetlenül, fényképezőgéppel, vagy fényképezőgép nélkül a Pannon Egyetem minden egyetemistája megmérettesse a kreativitását, az alkotóképességét, ugyanis szükségünk van egymás képeire, gondolataira, különösen manapság. A megnyitón énekes-gitáros előadásával közreműködött Bencel Patrik és Szabó Tamás. A tárlat március 9-éig tekinthető meg az egyetem aulájában, utána a kiállított fotók egy része átkerül a Cimbora étterembe. Az egyetemmel kapcsolatos további hírekért nézzék meg az uni-pannon.hu weboldalt, és még több videót találnak YouTube csatornánkon is. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!